Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Valóban egy érdekes és ambiciózus javaslat. Mutatja ezt az is, hogy több mint 250 oldal a terjedelme, és valóban helye lehet az elhangzott ellenzéki aggályok közül egyiknek másiknak, de én néhány gyakorlati példán keresztül, és egy gyakorlatiasabb szemlélettel próbálok rávilágítani a teljesség igénye nélkül néhány elsősorban magánépítkezőket, vagy természetes személyeket, vagy családokat érintő problémára, amelyek döntően a elképesztő mérték és túlburjánzó bürokráciához kapcsolódnak, amelyek akár telekalakítás, akár használatba vétel és fennmaradás engedélyek kapcsán, akár a 10 évnél régebben épült és még használatba vétel engedéllyel nem rendelkező ingatlanok kapcsán vet fel nagyon érdekes problémákat. De először visszautalnék arra, amit miniszter úr az expozéja során valahol az első percekben mondott, hogy a változásnak ára van. Ugye miniszter úr főleg az összeütközésekre, konfliktusokra gondolt. Én ehhez azt fűzném hozzá, de igen, a változásnak ára van, mint ahogy a sajnos az építési telkeknek és az építkezésnek végez azt akár az állam, akár az önkormányzat, akár magánszemélyek egyre súlyosabb ára van. És hát persze ennek a javaslatnak elsősorban nem az építkezést vagy az építészet pénzügyi gazdasági vonatkozásai képezik a fő szabályozási területét, de lehetetlen külön választani. A kivitelezések, legyen az bármilyen típusú kivitelezés, egyre megfizethetetlenebb költségeit, akár az állam, akár a magánszemélyek számára egyre nehezebben megfizethető költségeit. Valójában őszintén, tisztelt képviselőtársaim, olyan súlyos és sajátosan torz kasztrendszer alakult ki Magyarországon, hogy nem csak egyik társadalmi rétegből, akár a következő egyel feljebb lépés lehetetlenül el a legtöbb honfitársunk számára, hanem egy saját tulajdonú ingatlan, legyen az egy újépítésű társasház megvásárlása, egy régebben épült lakás vagy családi ház megvásárlása és felújítása, főleg egy új családi ház építése, telekvásárlással együtt, egyre kevesebbek számára elérhető. Ez persze nem a törvényjavaslathoz közvetlenül szorosan kapcsolódó rész, de csak akkor fogjuk tudni feltölteni tartalommal, és csak akkor lehet önök nevező polgár jóízlésnek, vagy nevező konzervatív, organikus, vagy népies építészetnek adott esetben Magyarországon belül tájegységenként különböző megjelenési formákban. Akkor lesz értelme, mégiscsak akkor lesz értelme, hogyha lesz pénz az épületek megóvására, sok esetben megmentésére, korszerűsítésére, az ősi hagyományos technológiáknak és az új korszerű technológiáknak az összekapcsolására, mert ezek egyáltalán nem, főleg mondjuk az épület energetika terén egyáltalán nem egymást kizáró, sokkal inkább egymást erősítő fogalmak is lehetnek. Persze lehet ezen vitatkozni, hiszen ez alapvetően szubjektív. Most, hogyha az én szubjektív véleményemre kíváncsi valaki, véletlenül sem szeretnénk megbántani senkit, aki mondjuk a minimalista stílus iránt érez leküzdhetetlen vágyat, és ilyen típusú házat épít, vagy felújít, vagy ennek a gondolatával kacérkodik. Engem biztos, hogy a világból ki lehet kergetni az ilyennél számomra. Ennek már a színvilága, a megjelenése gyakorlatilag életidegennek tűnik, kicsit kripta jellegűnek, de ez az én személyes véleményem, és mondom, senkit nem akarok megbántani, aki a sajátommal vagy az enyémmel ellenkező véleményt fogalmaz meg, hiszen nagyon sok honfitársunk lakik ilyen épületben. Tartok azonban attól, hogy nem biztos, hogy a legjobb módon és mértékben fektették be ilyen értelemben a pénzüket akár családi házakba, mert fennáll annak a reális veszélye, hogy ezek az épületek mondjuk akár csak 20 vagy 30 év elteltével ugyanolyan nehezen eladható portékának számítanak majd, mint a most a 10x10-es kádárkockák és a szociál típusú építmények. Én magam szívesebben élek olyan stílusú vagy típusú házban, és mondjuk használok olyan berendezéseket, eszközöket, amelyeket mondjuk nagyapám is használhatott. Ezeket sok esetben lenézik, adott esetben. Sokszor azt látjuk, hogy elavultnak, avitnak, ócskának, korszerűtlennek tartják, pedig számos olyan eszköz van, főleg a régi parasztépítészethez kapcsolódóan, és nem feltétlenül csak úgymond épületgépészeti eszköz, hanem olyan szigetelési módszer, olyan tetőfedés, olyan födémszerkezetek, amelyek most és 500 év múlva is meg fogják állni a helyüket. Tehát
tekinthetjük akár ezt a polgárjogozást egy olyan keretrendszernek, amire azt lehet mondani, hogy olyan házak, amelyeket mondjuk, ha nem is 500 évre menjünk vissza, mondjuk 200 évvel ezelőtt is építettek, és olyasajjal 200 év múlva is építeni fognak. Gyakran lenézik, főleg a minimalista stílus hívei ezeket a megoldásokat, bár szerint véleményem szerint mondjuk egy nádfedeles háznak a komfortja, az életminősége egy ilyen házban élni, valószínűleg sokkal egészségesebb, mint sok milliós, sokszor sok tízmilliós hőviszonyerős légtechnikával épített házakban élni, amelyek igazából ilyen formán soha az életben nem térülnek meg. Tehát ha valaki ezt kiszámolná, nem csinálna, már csak egy kockáspapírt venne és egy tollat ragadna, vagy tollat venne a kezébe, akkor ki tudná számolni, hogy soha az életben nem fog megközelítőleg sem megtérülni. Mégis a rossz értelembe vett modernitáshoz sokszor elviszi a jó ízlést, vagy nevezzük így, hogy a konzervatív, organikus építészet felől nem feltétlenül a legjobb irányba tereli az embereket. Nagyon érdekes volt ennek a 14 ezer hektárnak és a 7 ezer hektárnak a kontrasztja. Ez kicsit azt juttatta eszembe, mint amit például a magyar egészségügyben is tapasztalunk, hogy egyszerre van jelen a bőség és a pazarlás. Tehát ezek a furcsa ellentmondások ilyen formán itt is felfedezhetőek. Azonban arra mindenképp fel kell hívnom miniszter úr és munkatársai figyelmét, hogy nagyon óvatosan kell a beépíthetőséghez, és különösen itt a budapesti agglomerációban, legyen ez a pesti vagy a budai agglomeráció, a beépíthetőség szabályaihoz hozzányúlni. Ugyanis, de igaz lehet ez minden olyan részére az országnak, ahol egyre drágább, egyre megfizethetetlenebb az építési telek, hiszen sokszor azt lehet látni, hogy a helyi építési szabályzatok még tovább nehezítik, keserítik, főleg a magántulajdon ingatlanvásárlók helyzetét, hiszen aranyáron vagy gyémántáron megvesznek egy telket, és találkoznak 10-15%-os beépíthetőségi szabályokkal, a 20% vagy a fölötti beépíthetőségi mértéket már lámpással kell keresni sok esetben, eleve 1000 négyzetméter alatti telkeken, és az eleve lehetetlené teszi még egy konzervatívabb ízlésvilágú ember számára is, hogy mondjuk egy egyszintes házat tudjon építeni, mert egy nem, az átlagosnál nem nagyobb lakótér megépítéséhez is többszintes épületben kell gondolkodnia, ami sem pénztárca szempontjából, sem egyébként nem biztos, esztétikailag meg főleg nem, hogy nem biztos, hogy a leginkább kívánatos. Kérdésként merül fel bennem, hogy ugye több szinten hozzák létre a főépítési szabályozást, lesz-e ehhez elég szakember, olyan szakember, akinek megvan az iskolai végzettsége, és mondjuk ezen a szakterületen kíván elhelyezkedni, és nem mondjuk a magánszférát választja, illetőleg lesz erre költségvetési fedezet ezekben az ínséges időkben, hiszen leírhatunk mi bármilyen szabályozást, de hogyha nem lesz meg hozzá megfelelő képesítésű és létszámú szakember, és ezeket nem tudják normálisan megfizetni, akkor erőszakban nem lehet őket erre kényszeríteni, akkor ez a szervezeti rendszer nagyon nehezen fog felállni még évek múlva is. És ami itt a bürokrácia csökkentést, közmuhálózat kérdését, sőt, felhívnám erre az önök szíves figyelmét, a sok esetben egy ilyen marginális, huszadrangú kérdésnek tűnik, de mondjuk az ingatlanok megközelíthetőségét, az ingatlanokhoz vezető utak kérdéskörét, azért mégiscsak hozzátartozik ez a fontos témakörhöz. Itt érdemes lenne észszerű keretek között elgondolkodni legalább egy részleges amnestián, most ez a kifejezés jutott eszembe, és mondjuk az utak kialakítása kapcsán nem rigorózusan ragaszkodni olyan szabályokhoz, amelyek lehet, hogy a kockafejű bürokratáknak, akik jól elszorokoznak ezen, meg jó fizető státuszokban ülhetnek, számukra nagyon szórakoztató, de adott esetben szalagos mérővel kell kimenni, és azt látni, hogy mondjuk egy olyan családi házas övezethez vezető úton, amelyet már 50 éve így használnak, csak mondjuk nem ér el a szélessége a 8 méter, hanem csak a 5 méter, 50 centit vagy a 6 méter, de kényelmesen lehet rajta közlekedni. Nem minősítik úttá, nem nyilváníthatják úttá, hiába fizikailag az ingatlan nyilvántartáson nem lehet átvezetni, mert mondjuk nem ér el legalább a 8 métert. És akkor az ilyen helyeken nagyon nehéz kialakítani mondjuk adott esetben a hiányzó szennyvizet, mint a közmuhálózat fontos részét. Sokkal nehezebb mondjuk földkábelen keresztül áramot vinni az épületekhez, és sokkal nehezebb leaszfaltoztatni, ami azért finoman szóval sem minősül luxusnak 2023-ban.
Tudnék önöknek jó néhány olyan települést mondani, ahol ilyen problémákkal küzdenek, és egész egyszerűen az önkormányzatnak nincs lehetősége, nincs jogszabályi feltalmazása arra, hogy azt mondja, hogy nekünk még az 5 méter 50 centis szélesség is elegendő. Ezt valamilyen módon egy rugalmas szabályozással érdemes lenne áthidalni. Mint hogy izgalmas kérdés a telekalakítások ügye is, ugye azért ez is nagyon fontos egy építészeti szabályozásnál. Hát jogász és mérnök legyen a talpán, aki fel tudja rajzolni azt a folyamatábrát, hogy egy egyszerű, nem túl nagy méretű, vagy két nem túl nagy méretű telek egyesítése során a földmérő, a földhivatal, a helyi önkormányzat és az illetékes építésügyi hatóság négyszögében milyen sorrendben indulnak el, vagy haladnak az iratok. És azt tisztelt képviselőtársaim, hogy egy egyszerű telekegyesítés, papíron tankönyv alapeset, legjobb esetben 6 hónapot tud igénybe venni, attól csak rosszabb meg hosszabb lehet az ügyintézés, azért minden, csak nem a jól működő és hatékonyan működő államiskola példája, mint ahogy érdemes azon a nagyon gyakori esetkörön is elgondolkodni, hogy mit kezdünk, mi mihez kezdünk azokkal a döntően mondjuk családi házas jellegű lakóingatlanokkal, amelyek 10 évnél régebben épültek, kiválóan működnek, abszolút alkalmasak emberi lakhatás, nem csak a minimum feltételeket teremtette meg az építető, és mondjuk utólag derül ki, sajnos vannak ilyen esetek tömegével, hogy fennmaradás részt vagy használatba vételi engedélyt kell ezekhez adni. Hát ennek az ügyintézés egyrészt nagyon drága, és újabb 6-12 hónapos kifutású lehet. Ha emberi lakhatása alkalmas, akkor erre gondoltam az előbb, érdemes lenne amnestia jellegű szabályokon elgondolkodni, mert azt, hogy 10 évnél meg 20 évnél régebben ki mit, nem akarok csúnyán fogalmazni, ki mit rontott el, azon már hiába beszélgetünk. Az adott esetben, mert ilyet is érdemben is találkoztam, adott esetben olyan helyen épült meg mondjuk nem egy, nem két, nem 10, nem 20 családi ház, ahol az építés engedély kiadás időpontjában sem biztos, hogy lehetett volna építés engedélyt kiadni, de valahogy megoldották okosba. És adott esetben az ingatlanok, hát ugye magyarosan kreatívan, és azóta már többször gazdát cseréltek ezek az ingatlanok. Itt azért a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme elsőbséget kell élvezzen ahhoz képest, mint hogy 20-30 vagy 40 éve milyen mahinációk történtek, amelyekről a legújabb tulajdonosok már végképp nem tehetnek semmit. Tehát rengeteg olyan anomália van, amelyet egy gordiuszi csomóként egyszerűen ketté kellene vágni, mert a kibogazást nem fog célra vezetni. Rendkívül költséges. Most egy fennmaradási engedélyhez egy építési szakmai munka 3000 kötél 6000 forint per négyzetméter költséget emész fel, hát inkább az ingatlan felújításába tegyék bele a magyar emberek, mint hogy kevésbé fontos papírmunkára áldozzák. Főleg, hogyha ezek a magyar emberek, mondjuk a nemzetgazdasági nettó átlag jövedelmet, átlag keresetet sem biztos, hogy realizálják minden hónapban, tehát akkor a valódi fizikai kivitelezés, a korszerűsítés, a felújítása menjenek a források, ne pedig az íróasztal fiókokat és a szekrények polcait gazdagítsuk. Tehát egyszerűbb lenne itt azt mondani, nem megállni ott, hogy ilyen esetekben már nem lehet bontatni. Tehát nem lehet sem részlegesen teljes bontást elrendelni, és nem lehet bírságot sem kiszabni, az eddig nagyon jó rendben van, hanem lehetőség legyen egy könnyített eljárás keretében, vagy akár amnestia jelleggel ilyen épületekre az építési engedélyt megadni. Hát ami pedig talán egy július 1-től hatályba lépett módosítást érint, én javaslom azt is, hogy érdemes lenne meggondolni, szintén a telekalakításokra visszatérve, hogy különböző építési övezetek határán nem engedélyeznek telekegyesítést. Tehát, hogyha különböző övezetek találkoznak, akkor ott adott esetben, akkor is a fizikailag ebből semmi probléma nem származna, senkinek a magánérdekeit, jogait, jogos érdekeit nem sérti, esztétikai problémákat sem vett fel, adott esetben nem is feltétlenül biztos, hogy épület van ezeken a telekrészeken, de nem lehet megcsinálni, csak akkor, hogyha a helyi építési szabályzatot módosítják, amely egyrészt nagyon hosszú, másrészt sok millió forintba került, tehát hogyha ezzel nem segítünk törvényi vagy rendeleti jogszabály után, akkor nagyon sok ügy eleve el sem fog indulni, mert ennyi pénzt nagyon kevés ember tud ráadozni, megint mondom, adminisztratív célokra. Ami pedig a törvény egyéb, vagy törvények kapcsolatos egyéb megjegyzéseket érinti, valószínűleg nyomok még gombot, mert
15 perces időkeretem lejárt, 15 perc alatt 205, több mint 250 oldalról lehetetlen megfelelően értékelést adni. Köszönöm szépen!